Veszprém megye második legkorszerűbb mentője indul az akaratjai ideiglenes állomásról. A szakképzett személyzetnek minden életmentéshez szükséges felszerelés a rendelkezésére áll az éjjel-nappal riasztható kocsin. Többek között defibrillátor is van. A szolgálat regionális vezetői azért döntöttek idén is az üzemeltetés mellett, mert így biztonságosabb ellátást biztosíthatnak a nyári időszakban a Balatonparton. Azért vagyunk itt, és azért van Balatonparton kihelyezett mentőegységünk, mert hogyha nem lennének ezek az egységek, akkor nagy forgalom miatt kb. 10-15 perc alatt érnénk ki a balesetekhez átlagba. Hát ez nem szakmai igényeinek megfelelő, így hogy két kihelyezett mentőegységünk van itt Balaton, akaratján 24 órás esetkocsi, tehát orvosos esetkocsi, illetve Révfülöpön egy nappali mentőkocsink, így a Balatonparton 6,5 perc alatt érünk ki a balesetet szenvedettekhez. A másik oka, hogy Balaton akaratjára került, hogy az ellátási körhöz, a lakossághoz közel tudtuk vinni a mentőegységet, hiszen így, ha itt nézünk egy területet, akkor egész Balaton Fűszőtől gyakorlatilag akaratjáig az M7-esnek az ide első részét, Siófok környékét, az akaratjai lejárót befogja ez a mentőegység. A régióban már közel két évtizedes tapasztalata van az átmeneti mentőállomások működtetésének. 20 évvel ezelőtt is volt itt ilyen, igaz, sokkal mostohább körülmények között. Talán még emlékeznek a kedves nézők, hogy régebben a Mókút mellett egy teljesen kultúrálatlan víz nélküli bádogépületbe, konténerbe voltunk. A Balatoni Fejlesztési Tanács és a megyei önkormányzat segítségével pár éve sikerült ez az épülethez, az orvosi rendelőhöz hozzáépítenünk egy épületrészt, és hát másokkal kulturáltabb körülmények között vagyunk itt. A regionális mentőszervezet orvosigazgatója elmondta, kollégáinak egyre több alkalommal kell kerékpárosokat ellátniuk, és nő azoknak a baleseteknek a száma, amikor a biciklisták figyelmetlensége okozza a bajt.